Gratulálok, egy nagyon fontos és nagyon kemény meccset nyertetek meg a Ljubljana ellen, 2 góllal. Mesélj, hogy élted meg a pályáról. Nagyon fontos volt nekünk most ez a 2 pont. Itt az elmúlt héten 2 olyan meccset játszottunk, amivel nagyon nem voltunk elégedettek, és ezt az eredmények is mutatták, úgyhogy nagyon kiéleztük magunkat most erre a szombati találkozóra, mert tudtuk azt, hogy egy kőkemény csatára fogunk számítani, és nagyon meg fogja nehezíteni a Ljubljana a dolgunkat, de örülök neki, hogy jól jött ki a lépés. Azt láttam, hogy mindenki végig élvezte és felszabadult volt, úgyhogy most szerintem ez a legfontosabb, hogy a csapaton belül meglegyen az egység, a jó hangulat, és akkor eredményesek tudunk lenni. Nagyon kemény volt a mérkőzés, de pont most azt beszéltük valakivel itt a meccs lefújása után, hogy talán sokszor a padról stresszesebb volt a meccs, mert bent szerintem jól folyt a játék, viszont a padról azért jobban lehetett izgulni. Azt gondolom, hogy most jobban sikerültek például az egyéni megoldásaink is, tehát amiben így az előző meccseken egy kicsit hiányosak voltunk, azok mondjuk a helyzetkihasználás, és azok most egyénileg is sokkal jobban sikerültek, nagyon jó egyéni teljesítmények voltak, és talán a csapatjátékunk is most jobban ment. Mi kívülről ugye a második félidő közepén éreztük azt, hogy főleg a védekezés úgy összeállt, hogy ez a meccs meg kell, hogy legyen. Igen, én a második félidő elején egy picit azt éreztem, hogy nem úgy jöttünk ki az öltözőből, ahogy talán egy fél időt el kell kezdeni, és ott egy picit meg is ijedtem, hogy talán ismét majd felzárkózik a Ljubljana, de onnan tudtunk egy picit fordítani, és ugyan fej-fej mellett haladtunk, a védekezésünk tényleg sokkal jobbá vált, és volt mögöttünk kapus teljesítmény is, úgyhogy örülök neki, hogy nem veszítettük el a hitünket, és erősek tudtunk maradni. Én is azt éreztem, hogy mindenki mozog, mindenki próbál segíteni a másiknak. Természetesen ebbe is becsúsznak hibák, de nem lehet kapott gól nélkül lehozni egy meccset, úgyhogy szerintem azért tényleg jól összeálltunk. Mondtad, hogy fontos volt ez a győzelem az elmúlt hét miatt. Az mennyire volt ott a fejekben, ugye, hogy az előző szezonban a Ljubljana mind a kétszer nyert ellenetek? Volt-e ilyen visszavágás vágy? Benne volt a fejünkben, és tudjuk azt, hogy velük mindig egy kőkemény kiki csatát játszunk. Nagyjából mondhatni, hogy ismerjük már a másik csapatot, és vannak ugyan játékos változások, mozgások, de a játék stílus az mindig nagyjából változatlan, úgyhogy tudunk készülni rájuk, és tudjuk, hogy mire kell számítani, de ilyenkor kell a másikat meglepni, és igyekeztünk ma mi meglepetést okozni. Több szempontból is fontos volt a győzelem, nyilván amiatt is, hogy ez egy közvetlen BR rivális, csoportriválist vertetek, másik, hogy ugye 2 nem olyan sikeres meccs van mögöttetek. Tényleg ilyen szempontból mennyire volt ez főleg mentálisan fontos számotokra? Szerintem most a mentális része fontosabb volt, ez most nagyon jól jött nekünk ez a győzelem, hogy kicsit kijöjjünk ebből a gödörből, amiben az elmúlt héten próbálkoztunk, de nem sikerült annyira, úgyhogy most úgy érzem, hogy kijöttünk belőle, és ez a csapatnak nagyon sokat adott, és hát a pontok miatt egyértelmű, hogy nagyon jelentős volt ez a győzelem, de mondom, szerintem most a mentális része az még fontosabb volt. Ilyen győzelem tökéletes arra, hogy kiegyenesedjetek? Én nagyon bízom benne. Most jön egy viszonylag nagyobb szünet, 1 hét válogatott, úgyhogy mindenki egy picit tud pihenni, vagy másra koncentrálni. Ez remélem, hogy jól fog jönni a csapatnak, és utána egy újult erővel neki megyünk majd a novembernek és az előttünk álló feladatoknak. Igen, a jövő hetet akartam is kérdezni, hogy most pihenhetsz egy kicsit, vagy mész rögtön a válogatottba? Hétfőn csatlakozunk majd a válogatotthoz, és a holnapot még kihasználjuk egy picit a pihenésre, de várjuk azt is, ott is 2 találkozót fogunk majd játszani, úgyhogy mindig nagy öröm, amikor a nemzeti csapathoz mehetünk.